Amikor egy piciny új taggal bővül a család, az az élet egyik legcsodálatosabb megtapasztalása, élménye lehet. De elhesegetve a rózsaszín felhőket, valljuk be, az öröm mellé nem kisfokú izgalom is társul, főként ha első gyerekről van szó. Néhány információról már a pici érkezése előtt jó tudni, hasznos útra való lehet úgy az újdonsült család, mint a látogatók számára, mert bizony itt a baba látogatók is jó, ha figyelembe vesznek egy-néhány szabályt. Mai meghívottunk a témában dr. Simon Márta, újszülött gyógyász, egyetemi adjunktus, szeretettel köszöntöm. Én is szeretettel köszöntök jelenlévőket és tévénézőket. Kellemes legyen. Témáról fogunk ma beszélgetni, és igen, nézzük is meg, hogy mi minden... témáról. Igen, és ugyanakkor az is, igen, hogy mi mindent kell megteremteni ahhoz, hogy az újszülött jól érezze magát. Mivel kell várni ugye az anyát és a picit, hogyha például megérkeznek a kórházból haza, esetleg téli szezonban? Hát ez bármennyire is furcsának hangzik, de a gyermek ahhoz, hogy jól érezze magát, két dologra van szüksége. Egy édesanyára, aki táplálni tudja, és hát egy nyugodt, barátságos, kiegyensúlyozott környezetre. Persze vannak olyan dolgok, amikre érdemes odafigyelni, hogyha egy babát hazavisszünk, legalább egy neki kialakított baba sarok legyen a házban, ha nem is feltétlenül szoba, ez most mindenki eldönti, hogy mire van lehetősége, meg mi a családnak az életszemlélete, de legyen egy olyan sarok, ami a babáé, tehát ahova berendezzük az ő kiságyát, és azokat a minimális bútorokat, amiben az ő dolgait tartjuk. Még valami, amire figyelni hát kell? Hát téli szezonban érdemes odafigyelni a hőmérsékletre, ugye a szobában ne legyen túl meleg, hajlamosak vagyunk arra, hogy a babát túlöltöztessük, túl meleget csináljunk, tehát ez a 20-22 fok az neki is bőven elegendő, és a páratartalomra, tehát hogy az a 60% körüli páratartalom az meglegyen, tehát télen, amikor fűtünk, akkor inkább kiszárad a szoba, tehát egy picit párásítani kell, ez lehet egyszerű dolgokkal, ilyen ott terítjük a ruhát, vagy tudom is én, párásítunk, olyan kerámia tartókba vizet töltünk, és azt akasztjuk a fűtőtestre, tehát egyszerű dolgokkal is lehet ezt elérni. Tisztaság legyen, és gyakorlatilag ez ami így dióhéjban. Ezek a legfontosabb igen, dolgok. Ezen igen. kívül is van, mint bőven izgulni. Bizonyára egy fiatal pár, akinek főként az elsőszülött gyerekéről van szó, biztos nagyon izgul a pici egészségügyi állapota miatt, például éjszakánként, a testhőmérséklete miatt, hogy lélegzik-e egyáltalán, stb. Mi a normális és mi nem? Melyek lehetnek például intőjelek, hogyha egy esetleges meghűlésről van szó, vagy bármilyen más betegségnek mondjuk az első jelei, mik lehetnek? Mindig fel kell figyeljünk arra, hogyha valamilyen változás van, hirtelen változás az addigi viselkedésében, tehát egy nyugodt baba hirtelen nagyon nyugtalanná válik, és vigasztalhatatlanul nyugtalanná, vagy ellenkezőleg túl aluszékony, nehezen tudjuk felébreszteni, nehezen tudjuk táplálni, elesett, tehát az ilyen nagyon sokat alszik, hogyha ugye az anyai csók az szokta érezni, hogy a gyermek melegebb, és akkor érdemes olyankor megmérni a hőmérsékletét, hogyha ez 37 fölé emelkedik a hónajban mért hőmérséklet, akkor már kell egy kicsit figyelni, hogy nehogy átmenjen ez lázba. Tudom is én, hogyha a színe megváltozik a babának, túl fehér lesz, túl kék lesz, valami természetellenes színe lesz, vagy ha sokat hányik, és ez ugye hatással van az általános állapotára, tehát egyre romlik az állapota. Ezek az, amikre úgy azt inkább mondjuk, hogy oda egyértelmű kell is lehet, de azért oda kell figyelni. Igen, rá, igen. Az, hogy egy baba sírósabb vagy nyugodtabb, az nem feltétlenül betegséggel, de hogyha változás van,
mindenképpen erre oda kell figyelni. Tehát na és ez kell, igen. Kell bízni az anyai megérzésekben is ugyanakkor, és akkor itt van már megint egy fontos téma, hogy ugye egy nő ugyanakkor, amikor megszületik a kisbabája, akkor az anya szerepben is minél jobban szeretne teljesíteni nőként, és van erre valamilyen recept, gondolatmenet, amelyen elindulhat mondjuk egy új anyuka, egy újszülött anyuka, mert így is lehetne akár mondani, hogy elinduljon az anyaság útján? Recept nincsen. Tehát én azt tudom ajánlani, hogy bízzon az ösztöneiben, vagy merjen bízni az ösztöneiben, én azt látom a mindennapi munkában, hogy hajlamosak vagyunk túl komplikálni a dolgot, főleg egy kicsit az ember kezd utána olvasni, aztán totál el tud menni egy irányba. Viszont a szülővé válás az egy folyamat, tehát az nem úgy van, megszületett a gyermek, hopp, most mindent tudunk, meg kell tanuljuk mi is, gyermek is, tehát össze kell szokjunk, és ehhez időt kell adnunk magunknak, a gyermekünknek, türelem kell, nagyon sok türelem magunkkal szemben, a párunkkal szemben, a gyermekünkkel szemben, és nagyon sok humorérzék. Én ezt szoktam anyukáknak ajánlani, hogyha amikor hazamennek, hogy bízzanak magukban, a gyermekükben, és próbálják a dolgokat egy kicsit humorosan kezelni. És ott van az apuka is, ugye? És apuka a család többi tagja, ő mivel készüljön? Hogyan tud felkészülni ugye az újszülött fogadására, illetve a család hogyan tud erre a helyzetre felkészülni? De ezt ideális esetben ketten kell felkészülni, tehát a szülőpárnak, a gyermek fogadására, a gyermek nevelésre, ugye családtervezés, jó lenne, ha ez így lenne mindig, nem sikerül mindig. De tehát az apának pont olyan fontos szerepe van, mint az anyának. A gyermekvállalásban, a gyermeknevelésben, ő is sok mindent tud, tehát ha nem is ugye feltétlenül szoptatni a gyermeket meg, de sétáltatni tudja, ugye tisztába is tudja tenni, felöltöztetni, fürözteni, az én gyerekeimet mindig a férjem fürösztette, ez volt lehet az osztani ő, ezeket a ez volt az ő esti programja, és tehát ezt ők ketten ki tudják dolgozni, hogy kinek mi a szerepe. Nagy hibának tartom, amikor kizárják az apákat. Tehát vannak ilyen anyukák, akik nagyon maguknak tartják a babájukat, és senkit nem szeretnének közelengedni, és ugye apukákra azt mondják, hogy ő nem tudja, vagy nagyon hamar leírják őket, ez nem szabad. És mi a helyzet a rokonokkal, a látogatókkal, még mint egy utolsó kérdés, tehát hogyha ugye bennünk van ez az ösztön, hogy kizárjuk, még hogyha az apukát is, de hogyha az apukát nem is jó esetben, akkor másokkal szemben hogyan, milyen tanácsai lennének önnek, hogy mikor menjenek látogatóba, tényleg kell-e nagyon féljünk attól, hogy túl korán érkeznek hozzánk? Azt, hogy túl korán érkeznek, nem hiszem, hogy ezek gondot jelenthet, viszont főleg most még mindig azért a Covid az még mindig ott van a háttérben, bár nem beszélünk már róla, és nem csak, tehát őszi szezon van, vannak ilyen-olyan egyéb vírusos megbetegedések, tehát aki úgy érzi, hogy tüsszög, vagy nem érzi túl jól magát, az ne menjen gyermek közelébe, főleg újszülött közelébe, és a családtagok ugye, és a baráti kör is lehetőleg úgy menjenek látogatóba kisgyermekes családhoz, ha vagy be tudnak segíteni, vagy tehát mindenképp, és kérdezzék meg, hogy melyik az az időpont, ami megfelel. Tehát most már a spontán látogatásoknak az ideje lassan lejár, hogyha gyermek van a családban, mert vannak olyan dolgok, amelyek addig nem voltak, és most erre oda kell figyelni. Hát tényleg itt most a család fogja meghatározni, úgy gondolom, a programot. Köszönöm, hogy beszélgetettünk erről, és jó is, hogy ön is említette, hogy nem az olvasnivalókra kell főként koncentrálni, vagy a jó tanácsokra, hanem jó azért az ösztönökre hallgatni. Igen, az olvasnivaló jó, de meg kell őket szűrni, és úgy gondolom, hogy mindenki magának alakítja ki azt a stílust, amit szeretne, és ehhez a gyermek hozzá fog szokni.
Na hát ez akkor egy csodálatos időszak, nem könnyű, de biztos, hogy nagyon jó megélni. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és jó tanácsokkal látott el bennünket. Nagyon szívesen. Én köszönöm a meghívást.